Sziasztok, parfümőrültek, ismét újra itt. De sokan kérdeztetek, hogy mik azok a parfümök, illetve mik azok az illatok, amiket tínédzsereknek vagy tiniknek ajánlanék. Na most az én kollekciómban annyira sok ilyen kifejezetten tini illat nincs, viszont ez nem azt jelenti, hogy nem tudok nektek ajánlani olyat, amit tudnátok használni. Sorrend nélkül próbáltam összeszedni olyan parfümöket, amiket én szívem szerint tudnék ajánlani, hogyha mondjuk lenne egy fiam, és megkérdezni az én véleményemet, hogy abban milyen parfümöt használjak. Na most az én véleményem az, hogy ha tizenpár éves vagy, nem feltétlenül kell neked még parfümöt használni. Hát én úgy látom, hogy van az a kor, amikor még ez nem feltétlenül szükséges, vagy nem feltétlenül kell, hogy magadra fúj bármit is. Tök mindegy, hogy a divat mit diktál. Nem kell neked mindig arra hallgatni, hogy mit mondanak a tévében. Az egyik ismerősöm van, aki parfümökkel foglalkozik, illetve parfümöket készít Londonban. Egy érdekes beszélgetésbe keveredtünk pár sör mellett, és azt mondta, hogy ő például a két fiának nem engedte meg, hogy parfümöt használjon egészen addig, amíg nem lettek 18 évesek. Tehát ahogy a férfi nő és ugye a férfi is, ahogy változik, egyre inkább erősebb lesz a testszaga. És ugye hát van, aki például kényelmetlenül érzi magát, mert az ugye hirtelen csak úgy előjön a büdös mert semmiből. És ugye azt mondta, hogy szerinte ez ahhoz kell, meg azért is fontos, hogy ebben az időszakban pontosabban ne használjon a parfümöt, hogy a saját öntudata sokkal erősebb lesz. Szóval azt mondta, hogy általában ő friss parfümeket javasol a fiatalabbaknak, ebben maximálisan egyetértek, viszont nyilván vannak azok az időszakok, illetve vannak azok a buli esteik, amikor szeretnél te a középpontban lenni, és azt akarod, hogy mindenki téged érezzen, vagy téged de hülyén hangzik. Most mondom az én első választásomat, amit én személy szerint mindenféleképpen javasolnék nektek, mivel ez egy könnyű nyári illat, nem egy olyan illat, amit el lehet felejteni, nem fog az orrodban maradni órákon keresztül, de szerintem a csajok biztos, hogy fel fogják erre kapni a fejüket, ez pedig Calvin Klein-től a Free. Ez egy olcsó parfüm, kapható még, be fogjátok tudni szerezni, sőt, mondok, akkor még jobban. Bármely Calvin Klein parfümmel fogtok kezdeni, biztos, hogy jó választás lesz, higgyétek el nekem. De ez egy olyan parfüm, amit például lélegzéshez is tudtok később használni. Szóval, hogyha találtok mondjuk egy jó árban lévő Calvin Klein Free például, nem fogsatok tőle, nyugodtan megvehetitek, mert később ugye ezt tudjátok akár kombinálni másik illattal is. Például a kokáért, a másik illat, amit mondjuk nektek tudnék ajánlani, ez az Ofras a Versace-től. Ha ezt a kettőt összekombozzátok, baromi illatot fogtok kapni, abár ez is megállja a helyét, és ez is egy remek jó illat. Csak érdekességképpen mondom nektek, hogy Dwayne Johnson is használja a Versace-t, pontosabban ezt az illatot. Hogyha szeretnétek kicsit úgy, mondjuk úgy a szofisztikáltabb illatot választani magatoknak, de nem akartok még egy zsákpénzt kiadni, marad nektek a designer vonalnál. Egy másik olyan illatot, amit viszont tudok nektek ajánlani, hogyha szeretitek az ilyen tiszta ruha illatot, meg a tiszta ruha illatú parfümöt, ezek a Prada illatok. Na most a Prada nagyon-nagyon jól bánik a levendulával. Nekem elkezdett egyre inkább belemenni az agyamba a levendula, és most az előző videóban beszéltem az egyik Tom Ford parfümről, ami mind levendulát, mint egy levendula kivonatot is tartalmaz, csak hogy mindenféleképpen ugye ez legyen a domináns, és ettől függetlenül azért a Prada nekem még mindig nagy kedvencem, szóval Prada-tól a Lő, illetve a Prada-tól az Ocean, ez szintén nagyon jó választás. Mondjuk ez nekem azért jön be egy kicsit jobban, mert van egy akvatikus, kicsit ilyen sósabb jellege a parfümnek, ez könnyebben viselhető meleg időben, bár szerintem ez egy négy évszakos parfüm. Ez viszont nem, tehát ez ha mondjuk egy ilyen pergős, mozgós, egy ilyen nehezen megállítható egyéniség volt, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó választás lehet. Viszont ha kicsit ilyen ez hülyeség, nem mondom, hogy könyv majd ez baromság, de hogyha szereted azt, hogyha mondjuk kicsit nyugi van, szeretsz mondjuk olvasni, vagy nem feltétlenül vagy mondjuk egy olyan központi ember, vagy központi karakter, ez ismét egy nagyon jó választás lehet. Ebben nagyon-nagyon dominál a kicsit púderes, de már ilyen majdnem barbershop jellegű, picit hintéporos levendula, de ez az illat brilliáns. Tehát szinte már az az érzésed van, amikor megszagolod a parfümot, hogy a levendula már szinte kiüti a tetőt, és akkor hirtelen ugye ez a hintőporos, púderes illat, ez így kicsit fog és így visszalakja a tetőt a levendulára. Nekem hatalmas kedvence. Nagyon-nagyon jó fehéringes parfüm különben, tehát nem feltétlenül mondjuk tudom, hogy a tínédzser nem fognak mindenféleképpen office-ban dolgozni, de egy nagyon-nagyon jó office illat lehet ez is. Nem offenzív, ez egy kicsit vadabb, és tök jól adták a nevet a Prada Ocean-t a parfümnek, ugyanis tényleg visszahozza ezt a szinte már óceáni jellegű levendula illattól. Tehát kb. Mint hogyha mondjuk egy olyan parton lennél, ami tele van levendulával, és szinte megfújja az arcodat az óceáni sós víz. Na, kb. Az a feeling. A Sauvage a Dior-tól. Most ez megint egy kortalan parfüm. Én mondjuk
Az illata miatt mondanám azt, hogy talán idősebb férfiaknak, tehát mondjuk én 45-50 fölött nem feltétlenül tudom elképzelni, de te tök mindegy, ha jól érzed magad benne, hordjad. Ez egy karakteres, rossz fiús, vagány illat. Egyre többet érzem egyébként 10 éveseken, úgyhogy valószínűleg egyébként hódítani fog most már megint, tehát mondjuk, hogy a reneszánszát fogja élni majd a Dior Sauvage. Iszonyat jó illat. Tehát ez szintén egy 4 évszakos illat, tehát hogyha valami olyan illatot keresel, ami mondjuk úgy, hogy signature scent lesz neked a egész évre, és egész évben akarod használni, nem feltétlenül csak mondjuk speciális alkalmakra, akár napi szinten, tökéletes választás. Ugyanúgy, mint egyébként az előző illatok is. Hogyha picikét szereted az ilyen édesen kezdődő, de mégis ilyen citrusossá váló parfümöket, illetve illatokat, akkor ajánlom a figyelmedbe a Wantedot az Azarótól. Nekem nagyon-nagyon tetszik maga az üvege, és ugye sokan csak az üveg miatt vették meg, mert úgy néz ki, mint egy forgótáros pisztolynak lenne a töltény. Mi ez? A tölténytár, azt mondom, rohadt jól néz ki. Arra nem beszélve, hogy ha ugye kicsit túllépünk az üveg csodálatán, akkor ugye maga az illat is, hogyha magadra fújja, egyszerűen brilliáns. Nekem nagyon-nagyon nagy, és van egy ilyen most jutott eszembe, de mintha olyan lenne kicsit az illat, mintha valami koktél lenne rajta, de egy picikét adja neked azt a limoncello spritz vibe-ot, de mintha mondjuk el lenne keverve egy extra kis narancssal, pár citrusfélével, plusz még lenne benne egy hangyafaszányi menta, és webs. Szóval nekem baromi jó. Pezseg az egész parfüm, tehát egy ilyen igazi buzgó vibe-ot ad az embernek, hogyha egy ilyen jövős menős, megállíthatatlan karakter vagy, aki imádja a nyarat, ez szerintem egy kurva jó parfüm. Ezzel talán annyi lehet a cink, hogy ugye sok embernek a legeleje az, ami nem tetszik a parfümnek. Mondjuk szerintem egyébként nem feltétlenül állja meg a helyét, ugyanis nekem pont az eleje tetszik baromira a parfümnek, és később órákkal, később, amikor már ugye kezd lenyugodni a parfüm a bőrödön, akkor van egy olyan utolsó pár órában egy olyan illat, amit én annyira nagyon nem szeretek, úgyhogy pont ezért nem szoktam annyira sokat használni ezt a parfümet. Most nem feltétlenül kifejezetten csak mondjuk parfümre, de mondjuk parfüm brandre, hogyha lehet így hivatkozni. Én amit maximálisan tudok nektek ajánlani, ez a Sauvignon. Sokat nem beszélünk róla, illetve nagyon a polcokon nem látjátok őket, de hogyha bármikor mentek parfümériába, vagy olyan helyen jártok, ahol árulnak parfümt, és látjátok a Sauvignon brandet, kérdezzétek meg az eladóktól, hogy van-e nekik a Sauvignon puróm. Ez egy, megmutatom majd a képet, vagy belinkelem nektek majd a videó alatt, mert a parfüm még elérhető. A köztudatban más sajnos annyira nincs a porondon, nem nagyon beszélnek róla, de én imádom a parfümöt, nekem az egyik első parfümöm volt, amit megvettem. És én belezúgtam, de beleszerettem a parfümbe. Egyszerűen viselhető, könnyed, picikét van egy ilyen bad boy vibe a parfümnek. Nem akarom azt mondani, hogy olyan, mint a Dior Sauvage, mert nem olyan, de vibe tekintetében visszahoz neked egy hasonló karakter. Tehát nem annyira nehéz, mint mondjuk ez. Könnyű, nem is egy feltétlenül baromira tartós illat, viszont nagyon-nagyon olcsó. És jó áron be fogjátok tudni szerezni. És egyetek, hogyha parfüm után néztek, és mondjuk nem volt még semmi illat rajtatok, vagy nem forrott még ki az ízlésvilágotok parfüm ügyileg, vagy parfüm tekintetében, ez egy jó kezdés lehet. És ugyanígy így jegyezném meg, hogyha dízel parfümök irányába mentek el, szerintem azzal sem fogtok mellélőni. A dízelnek szoktak jó illatai lenni. Nekem túl fiatalos, túlságosan egyszerűen feledhető az illat, viszont hogyha mondom még egyszer, parfümöt kezdesz el használni, szerintem egy ilyen entry vagy belépő szinten mindenféleképpen ezek jó választások lehetnek. Summa summarum, próbáljátok olyan illatokat nézni, vagy olyan illatokat keresni magatoknak, amik első körben nem feltétlenül rohadt nehezek és rohadt édesek. Szerintem menjetek mindenféleképpen akvatikus illatok irányába, kicsit könnyedebb parfümöket próbáljátok meg választani. Hogyha ez eladón látod, hogy érti a dolgát, és tényleg tudja, hogy mit beszél, akkor szerintem nyugodtan kérjél tőle olyan illatokat, amik könnyedebbek, nyáriasabbak. Nem baj az, hogy a télen nem lesz a legnehezebb illat a bőrödön, hidd el nekem, nem gond, mert a ruhád is meg fogja tartani az illatot, egy-két spray a ruhádra, egy-kettő magadra, és teljesen jó, hogy egész napra. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, legyetek parfümöt is illatozzatok. Sziasztok!